Sokadik alkalommal találkoztak a Balettbarátok körének tagjai, hogy az életről, a táncról, annak a művészetek közötti helyéről beszélgessenek. Lernár Zsolt alpolgármester is szívesen jár ezekre az interaktív foglalkozásokra. Ez egy jó kezdeményezés a Balettszínház részéről. Egyrészt itt nem csak azt kell elképzelni, hogy itt ilyen balett gyakorlatokat végeznek, vagy végzünk, hanem érdekes előadások vannak, például balettörténet, tánctörténet, nyilván az alapvető mozdulatoknak a történetét ismerjük meg, és nyilván most itt Egerházi Attila igazgató úr pedig egy olyan vendéget hozott, ami a következő bemutatójához elengedhetetlen. A találkozókon személyes beszélgetések várják az érdeklődőket táncművészekkel, balettművészekkel. Most Müller Péter Kossuth és József Attila díjas író volt a vendég. Péternek van egy nagyszerű könyve, ő a legfontosabb alkotásának tartja, de ezt majd mondja elő, Isten bohócai a címe, és ez engem is inspirált, arra inspirált, hogy én ezt egy táncszínházi produkcióba öntve állítsam színpadra. Ez a darab lett a Cirkusz, ami az Umballó című estünknek az egyik darabja. Nagy sikerrel mutattuk be a Nemzeti Táncszínházba, ami egy koprodukciós előadás volt a Nemzeti Táncszínházzal. Müller Péter már írt egy táncjátékot Derbi címmel, amelyet az Erkel Színházban játszottak. Ebben táncolt Egerházi Attila is. Ott ismerkedtek meg, ez volt az első közös táncjátékuk. A Cirkusz című előadásról az író elmondta, a könyv feldolgozásához a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójának szabad kezet adott. Ez egy más műfaj, mint az író. Én nem így vagyok, hogyha a színdarabomat mutatja be valaki. Akkor dolgozok a rendezővel, ott ülök, ugyanak megvan írva a szövege, akkor finoman javítok rajta, hogy én nem így gondoltam, vagy amúgy. De itt, ahol egy regény, egy egész más műfajban szólal meg, és neki nem az volt a célja, hogy dramatizálja a könyvet, hanem hogy álmodjon belőle valamit. Na most, ha az ember álmodik, akkor nem szeretik, ha fölébresztik. Március 17-én a Cirkusz című darabot hazahozzák Székesfehérvárra, amely a három egyfelvonásos balettet tartalmazó Umballó című előadás része. Ebben a Cirkusz mellett az Umballó című darabot és az El Simon László, József Attila díjas költő műve által inspirált Idézőjelek című darabot láthatja a közönség a Vörösmarty Színházban.